10. alkalommal rendezték meg az Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa Mihály Általános Iskolájában azt a tehetségnapot, ahol diákok mutathatták be tudásukat. Az intézményben a tehetségnap az egyik legrangosabb esemény, ahol előadó művészetben, zenében, táncban, hangszeres tudásban és látványsportokban kiemelkedő képességű tanulók állnak a nagy közönség elé. Az Irinyi tornacsarnokban Kolumbán Gábor iskola lelkész köszöntőjében megemlítette, fontosnak tartja, hogy esztendőről esztendőre rácsodálkozzanak a tehetséges gyerekek tudására. Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, hogy a program újabb lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok megmutassák készségeiket, az alkalom maga pedig segíti az iskola közösségének nem csak felismerni, hanem elismerni is a diákok egyéni képességeit. Klimon István alpolgármester a tehetséggondozásról, mint kihívásról szólt köszöntőjében. Amikor az ember visszanéz életére azokra, akiket gondozott és látja, hogy mivé cseperedtek, akkor bizony büszkeség töltheti el az ő lelkét. Büszkeség, mert legyen szó zenéről, legyen szó matematikáról, legyen szó az élet bármely területén, szintén ahogy a főgondnok úr fogalmazott, hogy bármi, ahol az ember a talentumról el, az ajándékot meglátja magába, akkor bizony a gyermekek, ugyanúgy szülei és nevelői nagyon nagy büszkeséggel tölti el.